13, hajrá Vali, most jön az utolsó 50! A világ másik felén élő úszókkal mérték össze a tudásukat a kis cápák. A szingapúri medencében 6 hazai úszó küzdött a dobogós helyekért. A keszthelyi versenyzők egyéniben és váltóban is érmet tudtak szerezni Ázsiában. A kis cápák már a keszthelyi medencében edzenek, készülnek a soron következő megmérettetésre. Szemán Viktória egyéniben és váltóban is dobogóra állhatott, Princ Petrának pedig egy aranyérmet is sikerült elhozni a Szingapúrból. Nagyon jó volt a verseny, nagyon sokat javítottam, szereztem 2 bronz és 2 ezüstöt, és a versenyen sok húzóerőm is volt. Nagyon sok érmet szereztem, ugye? És a verseny az annyira jól meg volt rendezve, szóval mindenhol biztonságiak voltak, de nekem nagyon tetszett az egész. Hát a tapasztalatom szerintem az volt, hogy tényleg nagyon kell koncentrálni, és ha akarsz, akkor tudsz. Ez a versenypóló, ezt kapta minden gyerek, aki részt vett a versenyen. A szingapúri bajnokságon részt vett úszók itthon maradt társaiknak élménybeszámolót is tartottak. A kis cápák ezúttal is egy pályázatnak köszönhetően utazhattak külföldre. A versenyen azok az úszók vehettek részt, akik a korosztályos országos bajnokságon kiemelkedő eredményt értek el. Beadtuk a korosztályos országos bajnokságon érmet szerzett gyerekekre, és hála Isten ez a pályázat megint nyert, úgyhogy tudtunk utazni a kisebbekkel, 6 2009 és 2008-as születésű gyerekkel, hát akik életükben legtöbben először ültek repülőn, úgyhogy hatalmasan nyitottunk nekik a világon, úgyhogy nagyon-nagyon jól érezték magukat, és hála Isten 11 éremmel térhetünk haza. A kis cápáknak a versenyzés mellett kirándulni is volt lehetőségük. Megnézhették a Szingapúr szimbólumának számító Marina Bay-t és a világító fánkat. Emellett többek között strandolásra és állatkert látogatásra is szakítottak időt.